Cinkota már a 11. század második felétől lakott település. A török hódoltság idején elnéptelenedett, ezért Cinkota földesura Benicki Tamás felvidéki birtokairól telepített be szlovák algujobbágyokat, akiknek utódai máig is itt élnek. A tájház a főváros szlovák nemzeti örökségének egyik gyöngyszeme. Cinkotai paraszti közösség egyik utolsó lakóépülete ez, amelyik eredeti állapotában megmaradt. 2008 óta tájház, amikor is az önkormányzat megvásárolta és korhűen berendezte. A ház egy háromosztatú parasztház, ami jellegzetes a közép-magyar építkezési módra. Tiszta szoba, konyha, lakószoba, kamra, pince, istálló. Jellegzetes még az oszlopos tornác és a tulipános díszítésű tornác mellvéd is. Egy pajtának, csűrnek, színnek nevezhető kiegészítő épületet is építettek 2008-ban. A tiszta szoba parádés szobaként csak ünnepi alkalmakkor volt használatban, keresztelőkor, lakodalomkor, illetve itt volt kiterítve, fölrabatalozva halott is minden esetben. Egy vetett ágy szokott lenni, a vetett ágy az a tiszta szobának a dísze, és az mutatja a gazdagságot is. 3, 6, 9, nagyon ritkán 12 hímzett párna szokott lenni a vetett ágyon. A cinkotai tótok gót betűvel írtak, Tranosciusnak nevezett énekeskönyvből énekeltek, méghozzá az evangélikusok, és ezt az énekeskönyvet azóta a mai napig szinte használják a magyarországi szlovákok. Népviseletre jellemző, hogy egyrészt fehér lyukhímzéssel díszítettek, gótbetűs díszítésekkel díszítették például még a vőlegény inget is, ami szintén egy jellegzetes szlovák sajátosság, hogy álló galléros az ing. A kék alapszínnel és a virágos díszítéssel tették egyénivé, és tették tótbútorra ezt tulajdonképpen. A konyhában egyrészt jellegzetes paraszti tárgyak láthatók, a mágtörőtől a vajköpülőn át a paprikadarálóig, vagy a krumplinyomó. A jellegzetes szlovák bútor itt is látható. Érdekesség még a guba, ami szegény parasztoknak volt a viselete. A leghátsó szoba régen lakószobaként funkcionált, amelyet az itt fellépő művészek és néptáncosok öltöző szobaként használ. A tájház kertje és udvara családi, baráti összejövetelek, parasztlakodalmak rendezésére nyújt lehetőséget napjainkban.